A 122-es lapon tartunk, és ma be is fogjuk fejezni a 16-os fejezetet, és elkezdjük a 17-est. Itt a 16-os fejezetnek a utolsó része, az még mindig azzal foglalkozik, amivel az elmúlt pár napban foglalkoztunk, jelesül, hogy milyen módon képzelhető el, vagy megengedett, hogy egy nem zsidó vallású személy az a mi érdekünkben a szombatot megszegje. Ugye tegnap este már erről beszéltünk részletesebben, hogy a tűzoltás kapcsán, hogyha egy kiskorú zsidó, vagy egy nem zsidó nagykorú elkezdik oltani a tüzet a számunkra, akkor milyen meg kell, hogy állítsuk őket a szombatszegés, vissza kell tartsuk őket ettől a szombatszegéstől. És ott Mista azt mondta, hogy egy nem zsidó kapcsán nem kell, hogy visszatartsuk, mert nem vagyunk kötelesek rávenni arra, hogy a szombatot tartsa meg. Egy kiskorú zsidónál viszont kötelesek vagyunk visszatartani a szombatszegéstől, és nem lehet hagyni, hogy a tüzet oltsa az érdekünkben. És ennek kapcsán folytatódik a következő misna, ami hasonló módon hasonlóról fog beszélni, és azok számára, akik nem emlékeznek rá, mert esetleg kiment a fejünkből, vagy esetleg nem voltak itt. Ugye beszéltünk róla, hogy egy nem zsidónak nem kötelező a szombatot tartani. Ez a szigorú szombati munkatörvény, ez csak a zsidókra vonatkozik. De ettől függetlenül a rabik megtiltották azt, amit úgy hívunk, hogy a mira le nachri. A rabik megtiltották, hogy egy nem zsidót megkérjünk, hogy az érdekünkben szombatot szegjen. Ez a fogalom, amit úgy hívnak a köznyelven, hogy sábezgoly, ez igazából nem egy létező fogalom. Nem kéne, hogy létező fogalom legyen pontosabban. Mert a rabik megtiltották, hogy egy nem zsidót megkérjünk, hogy megszegje a szombatot az érdekünkben. Miért? Mert hogyha meg lenne ez engedve, akkor az egész szombat az teljesen komolytalanná válna, és minden 5 percben megkérnénk, hogy csináld ezt, csináld azt, csináld azt, és így tovább. Kérdés az, hogyha nem kérjük meg, hanem magától csinálja, akkor lehet-e abból hasznot húzni? Lehet-e abból azt a saját érdekünkben használni? Mondjuk fölkapcsolja a villanyt. Hogyha fölkapcsolta a villanyt egyértelműen a mi érdekünkben, akkor nem lehet. Nem csak, hogy nem lehet neki mondani, hogy kapcsolja föl a villanyt, hanem még csak nem is lehet, hogy ha magától kapcsolta föl, akkor sem lehet belőle hasznot húzni. Mi az egyetlen módja annak, hogy hasznot lehessen húzni az ő szombat szegénységéből? Hogyha saját magáért tette, amit tett. Tehát, ha ő fölkapcsolta saját magának a villanyt, akkor megkérhetjük, hogy légy szíves, ne kapcsold le a villanyt, és akkor abból lehet hasznot húzni. Ismétek azt a viccet, hogy a zsidónál sötét van otthon, és van egy nem zsidó szomszédja, és valahogy rá akarja vezetni, hogy kapcsolja már fel a villanyt, és behívja magához, és azt mondja neki, hú, de sötét van itt. Azt mondja neki, hát tényleg nagyon sötét van. Azt mondja, hát de borzasztó sötét van. Azt mondja, igen. Szerintem, hogyha fölkapcsolnánk a villanyt, akkor lehet, hogy nem lenne sötét. Igazad van, valószínűleg akkor nem lenne sötét. Nem, sehogy se akar megérteni a célzást. Én azt mondja neki, te! Van egy, szeretnék meghívni, van egy üveg pálinkám a kredencben. Azt mondja neki, tényleg? Hát akkor hajrá, azt mondja, jó, de hát nagyon sötét van. Szóval jó, semmi gond, onnan megy, fölkapcsolja a villanyt, leülnek, megisszák a pálinkát, vége van a pálinkaivásnak, föláll a nem zsidó szomszéd, udvariasan azt mondja, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, hogy meginvitálták, kimegy és lekapcsolja a villanyt. Szóval akkor ugye ilyen esetben, ha nem kapcsolta volna le a villanyt, akkor mivel ez az ő érdekében történt, ő is ivott a pálinkából, akkor semmi gond. De hogyha egyértelműen nekünk csinálta a szombatszegést, a mi kedvünkért csinálta a szombatszegést, akkor az probléma lenne. Akkor ennek fényében lássunk hozzá a misnához. Nachri se hidlik esze neér mistám is leöjre iszral. Ha egy nem zsidó megnyújtott egy gyertyát saját magának, nem a villanyt, hanem a gyertyát, ha ezt magának gyújtotta, akkor egy zsidó is hasznot húzhat belőle. Vimbisvészről, de a zsidó kedvéért gyújtotta meg a gyertyát, akkor asszur
akkor tilos annak a fényéből hasznot húzni. Hasonló eset. Mile máim lehás közben hemtoj? Máskáhla viszra, ha megtöltötte a, hogy mondják azt, amiből az állatok isznak? Vájú, nagyon jó. Pont erre gondoltam, látom, hogy éberek vagytok, és így helyes. Szóval azt tanították nekünk, hogy interaktívá kell tenni az órát, akkor vájú. Szóval a vájút megtöltötte a nem zsidó vízzel a saját állatának az itatása céljából, és akkor ne, az én is odavihetem az állatomat, és megitathatom abból a vízből. Assza nachri keves leéredből jöjjöd áhra vízra, hogy kikötött a hajó, és a nem zsidók csinált egy, kirakott egy rámpát, amivel lejön a, leszáll a hajóról, akkor én utána mehetek, és használhatom ugyanezt a rámpát. Na, ha nekem csinálta, akkor tilos. Mászabb rá vangam liel, szkényim sajúba a kámbaimbeszvina, és történt is egyszerűen vangam liel, és a barátai megérkeztek egy hajóval szombaton, szombaton érkeztek a kikötőbe, valószínűleg nachri keves léred baj, és egy, a nem zsidó utastársuk csinált egy, kirakott egy rámpát, hogy le tudjon szállni a hajóról, jördőből rá vangam liel, szkényim, és utána de mondom, Liel és a társai ugyanezt a rámpát használva leszálltak a hajóról. Akkor a Misnában három eset van. Mi az a három eset? A gyertya. Amikor a nem zsidó megnyújtja a gyertyát, ha magának gyújtja, akkor lehet, mi is hasznot húzhatunk belőle. A második eset mi? A vájú. És a harmadik a rámpa. A Talmud arról fog beszélni, hogy miért van szükség mind a három esetre, amikor mind a három eset ugyanarról szól. Arról szól, hogyha a nem zsidó magának csinálta, akkor jó. Ha nem magának csinálta, akkor nem jó. Miért kell ezt háromszor elmondani? Valószínűleg mind a három esetnek van valamilyen egyedi tanulsága. Erről fog beszélni a Talmudot. Sriha, de ilyesmén a nél, misum nél lehod, nél le mea, ában máim lígzöldilma, asszalá puse, misvészra, azt mondja, hogy miért kell a gyertya, azután, hogy a Misna azt mondta, hogyha meggyújtotta magának a gyertyát, akkor mi is használhatjuk. Ha ezt már egyszer elmondtak, akkor miért kell utána hozzátenni, hogy ha megtöltötte a vájút vízzel, akkor utána mi állatunkat is itathatjuk abból a vízből. Miért kell, mit tesz hozzá az eset? Miért kell két esetet mondani? Szóval miért? Mert különbség van egy gyertya között és a víz között. Mi a különbség? A halmaz állapota? Azt mondtad? Ez jogos, ez különbség, de a mi logikánkban mi a különbség? Mit mondtál, Miklós? Nem? Igaz, a halmaz állapota az különbözik, de mi a lényegek, hogy egy gyertya, ha én olvasok a gyertya fényénél, nem lesz kevesebb a fénye, ha te is olvasol mellette. Ugye? A fény az nem olyasmi, amit el lehet használni. Hogy... ha már négyen olvasunk mellette, akkor már nem elég a fénye. A víz az viszont ilyen, a víz az elfogy. Most erre a gyertyánál nérle echod, nérle mea. Egy ember és száz ember ugyanazt a gyertyát tudja használni. De egy ember és száz ember nem tudja ugyanazt a vájú vizet használni. Egy idő után elfogy. Szóval azt gondolhattuk volna, hogy a gyertyánál, ha meggyújtotta magának, akkor mi is használhatjuk. Miért? Mert egy gyertya, az nem lesz se több, se kevesebb azáltal, hogy egy vagy két ember használja. De a víznél esetleg tartanánk attól, hogy ha látja, hogy mi is iszunk a vízből, a mi állatunk is iszik a vájúból, akkor több vizet fog belerakni, akkor többet fog dolgozni, és megint csak a mi kedvünkért fog dolgozni. És ezért kell hozzátenni a vájus példát is. Miért kell hozzátenni a rámpás példát is? Az mit tesz hozzá? A rámpa mihez hasonlít? A gyertyához vagy a vízhez? A gyertyához. Ugye? Egy rámpát egy ember is le tud rajta szállni, és száz ember is le tud rajta szállni. Akkor a rámpa az pont olyan, mint a gyertya. Akkor miért kell ezt hozzátenni? Szóval azt mondja, a Talmud ezt igazából nem kellett volna hozzátenni, csak azért tette hozzá, mert a Talmud el akarta mesélni azt a történetet, amikor Rabban Gamliel megérkezett a hajóval, és a társaival együtt leszálltak azon a rámpán, amit egy nem zsidó utastársuk tett ki. De igazából csak az apropót akarta megteremteni a történet feljegyzésére.
Tanurában a nachris liket a szavai májhi lákra mi szal, vim is fi szal, aszul. Most hasonló eseteket fogunk mondani. Azt mondtuk egy brájtában. Egy nem zsidó begyűjtötte a takarmányt. Igaz, szó szerint azt mondja a Talmud, hogy füveket kaszált és gyűjtött az állatának, hogy az állat egyen. Hogyha a saját állatának gyűjtötte, és maradt még belőle, akkor jöhet a zsidó, és megetheti a saját, az ő állatát is. Ugye a vízhez hasonlóan. Milomány lás közben emtő máskákhoz is. Szóval ugyanígy, hogyha megtöltötte a vájút, akkor utána a zsidó oda vezetheti az ő állatát. Vagy én bisvili szóval asszul, de hogyha kifejezetten a zsidónak csinálta, akkor az tilos. Bár med vagy ma murim, se én ma kirojával, ma kiroj asszul. Itt behoz a Talmud egy új szempontot ebben a brájtában. Azt mondja, mikor van megengedve, hogyha ő megtöltötte a vájúját vízzel, akkor az én állatomat oda vihettem, és ő is ihat az, abból a vízből, amit a nem zsidó a saját állatának a érdekében rakott oda. Akkor, ha ő nem ismer engem. De ha ismer engem, akkor még mindig tartunk tőle, hogy esetleg kedveskedni akar nekem, és több vizet fog berakni azért, hogy az én állatomat is szolgálja. Vagy több füvet fog összegyűjteni azért, hogy az én állatom is tudjon belőle enni. Ez egy új szempont. Eddig azt mondtuk, hogy az a kérdés, hogy megkértem rá, nem. Eddig azt mondtuk, hogy az a szempont, hogy nekem csinálta, vagy magának csinálta. Most írtam be egy új szempont. Még ha magának csinálta is, az csak akkor megengedett nekem, hogyha nem ismer engem. Ha ismer engem, akkor lehet, hogy kedves akar lenni, kedveskedni akar, és az már is nem jó. Éni. Ha amarafuna, amarafchanina, máj mindadom behemtő is elgábi a szolmi sábesz, abban löj elgábi mukce be sábesz. Oké. Igen. Ez egy jó kérdés. Nem gondoltam. De teljesen logikus. Én ugye a fű összeszedésben az a szomacán, és levágom a füvet. De mi a probléma a vájút megtölteni vízzel? Uh-huh. Valószínűleg igen. Hát ugye valószínűleg ez, hogy milyen státuszú területről, milyen státuszú területre történt a dolog. Hát valószínűleg a vájú esetleg az egy magánterületnek számít, de egy közterületen áll, és akkor, amikor a vizet beleöntik, akkor szóval ilyesmiről lehet szó. Ilyesmi lehet a probléma. De akkor az egész magánterületet vágyik, akkor nincs belőle. Valószínűleg nincs. Ugye, ha csak nem, ugye az egy... igen, akkor nincs. Oké. Okay. Most mit mondott a Talmud? Azt mondta, hogy vagy mit mondta Brájta, hogy a füvet, ha összeszedte a nem zsidó a saját állatának, és maradt még belőle, akkor én is etethetem az állatomat abból a fűből. Igen, ám csak az a gond, hogy ez a fű, van egy másik gond ezzel a fűvel, füvezéssel, már az állatnak úgy értem a fűvel való etetésével, hogy a fű az mukce. Miért? Mert a fű szombat előtt még része volt földön volt. Most jött valaki és levágta, akkor megváltozott a státusza a fűnek, de amikor bejött a szombat, én nem gondoltam még, hogy ezt használni fogom valamire. És mi az alapelv? Hogy minden, amit szombat bejövetelekkor az én fejemben ki volt zárva a használatból, az mukce. És tanultuk is, hogy ezért az ember etetheti az állatát a fűvel, ami kint van még a mezőn, ráereszteti a legelőre, de nem adhat neki levágott füvet, amit szombaton vágott le valaki. Azt mondja a Talmud, de kaimla be apa, miért nem adhat neki abból a füvből, amit valaki vágott szombaton, mert az mukce, és tartunk tőle, hogy arrébb fogja rakni maga a gazda. De kaimla be apa, vazda uva achla. Azt mondja a Talmud, igen, ebben az esetben miről van szó, hogy már ott van az állat, és eszi, és nem tartunk tőle, hogy arra rakjuk a füvet. Oké. Okay. Térjünk vissza arra a kérdésre, hogy ismeri a nem zsidót, vagy nem ismeri a nem zsidó. Ismeri a nem zsidó, vagy nem ismeri a nem zsidó. Mit mondtunk, hogy ez egy új szempont, ami bejött. Hogy nem elég, hogy
biztos kell, hogy legyek benne, hogy nem nekem, nem nekem csinálta, hanem magának. Még ebben az esetben is csak akkor megengedett, hogyha ő nem ismer engem. De ha ismer engem, akkor tartok tőle, hogy azért rám is gondolt, amikor csinálta, amit csinált. Amar már, bár mehet van, ma murim, és én ma király, ma király, azt kell tanulni, ha rabongam lél, ma király, hábe. Mi volt a történet rabongam léllel? Amikor megérkezett a hajó. A nem zsidó utastárs kirakta a rámpát, és rabongam léll, hogy? Sábetkor, természetesen, sábetkor. És rabongam léll, ugyanarra a rámpára fölkelt, és lejött a, és használta a rámpát. Ez a nem zsidó. Ismerte Rabban Gamlielt? Együtt hajóztak, csak megismerkedtek hajózás közben. És mégis mit mondom is, na, hogy Rabban Gamliel használta azt a rámpát, amit a nem zsidó utastársa készített. Annak el, hogy a nem zsidó utastársa ismerte Rabban Gamlielt. Erre két válasz lesz. Mi az a két válasz? Amara bájes lojbe fanav hava. Azt mondta a báje, hogy igen, de Rabban Gamliel esetében, amikor a nem zsidó kirakta a rámpát, ők még a kabinban voltak, ezt nem mondja, szóval ezt én mondom, de mindesetre a nem zsidó nem látta Rabban Gamlielt és a társait. És nem biztos, hogy nem gondolhatott arra, hogy az ő kedvükben akar járni. Ugye miért mondjuk azt, hogy csak egy olyan esetben lehet a nem zsidó által csinált szombatszegésből hasznot húzni, még akkor is, hogyha ő saját magának csinálta, hogyha az a nem zsidó nem ismer minket. Mert ha ismer minket, akkor tartunk tőle, hogy még többet csinál a mi kedvünkért. Oké? Okay? Nagyon jó, ez lesz a második válasz. Nagyon jó. Látom, hogy csak én vagyok lelkes. A többiek irigyek rád, hogy miért te találtad ki a választ. Oké, okay, az első válasz az nem az, amit a Gabóka mondta, hanem az első válasz az mi? Hogy Rabban Gamliel nem volt ott. És azért a nem zsidó utastárs nem is gondolt Rabban Gamlielre. A második válasz, Rave Amar. A filu témbe fanav, nérlemea. Azt mondja, és mi van, ha ott voltak? Az olyan, mint a gyertya. Egy gyertya egy embernek, vagy száz embernek az ugyanaz. A rámpa egy embernek, vagy száz embernek ugyanaz. Nem tudta gyarapítani. Mert az egész fogalom, hogy ismeri, vagy nem ismeri, ez csak abban az esetben merül föl, hogyha olyasmiről van szó, mint a víz a vályúban. Vagy a fű, amit levág. De olyasmi, amit ugyanannyi, úgy lehet használni egy embernek, meg több embernek, akkor mi a különbség? Ez semmi gond. Mészvei, amar lenne, meg amliel, hajviselőjbe van én, azt mondja, hogy néred baj. Azt mondja a Talmud, jó, de Rave válaszával az a gond, hogy van egy olyan feljegyzése ennek a történetnek, hogy egyszer, hogy amikor Rave Gamliel fölállt a rámpára, előtte azt mondta a barátainak, mivel nem látott minket, ezért menjünk csak le a rámpán. Rabban Gamliel maga azt mondta, hogy mivel nem látott minket. Tehát, hogy az volt a engedmény, hogy a nem zsidó utastárs nem látta őket, nem pedig az, hogy a rámpát ugyannyian lehet tudják használni egy vagy száz ember. Én ma hajva a szajai néredboj. Tamod azt mondja, jó, de ezt a történetet lehet korrigálni egy kicsit. Ugye megszoktuk már, hogy egy történetnél, még akár néha Misnánál is, a feljegyzést azt néha lehet egy kicsit korrigálni, mert nem biztos, hogy pontosan lett átadva a történet. A korrigálás után ez úgy hangzik, hogy azt mondta Rabban Gamliel, mivel ő megcsinálta magának, úgyhogy mi nem is voltunk ott, biztos, hogy magának csinálta, ezért nyugodtan leemeltünk a lámpán. Oké, okay. Csak a kérdés a következő, hogy arról van szó, hogyha egy nem zsidó munkát végez szombaton, és nem vagyunk benne biztosak, hogy magának végezte, vagy nekünk végezte, akkor mi a helyzet? Tasmá, Irse Iszral, ve Nachrim, Darimba, ve Ajszava, Merchaca, Merchecezbe, Sábesz. Van egy város. Ismétek azt a viccet? Hogy két lengyel zsidó beszélget. Nem, egy lengyel zsidó, meg egy magyar zsidó. Nem, két lengyel zsidó. Ez a vicc. Milyen jó vicc. Nem, egy két lengyel zsidó beszélget. Egy varsói és egy kis tetlúből. És akkor, no, mi újsága nálatok? Aztán minden rendben. Aztán, és mi a lakosság szám, hova valós? Mondja, én nem tudom, én
mond egy lengyel kis stetlit. Azt mondja neki, és hányan laktok ott? Azt mondja, hát van nálunk 300 család, ebből 298 zsidó család, és két nem zsidó család, csak azért, hogy sábeszkor legyen, aki csinálja a dolgokat, legyen sábeszgoly. Azt mondja neki, és veletek mi újság, te hol valósul? Azt mondja, Varsóból, és hányan laktok ott? Azt mondja, van kb. 3 millió lakossa a városnak, ebből kb. 500 000 zsidó, és 2,5 millió nem zsidó. Azt mondja, minek nektek annyi sábeszgoly? Jó, viccet félretéve, csak onnan jutott eszembe a vicc. Igen? Neked is van egy vicced? Nem, csak egy előző. Ja? Azt hittem, hogy Varsóban nem annyian laknak, azt akarom. Hogy mit? Igen. Mit tanultunk, drága Péter? Lebuktál! Csaltál a vizsgán! Mi a probléma? Azt tanultuk, hogy szerdától lehet kezdeni hajózni. Elindultak 3 héttel ezelőtt szerdán, és megérkeztek pont Sábeszkor. Azt nem tudod elő, hogy mikor fog megérkezni a hajó? Krúzolni lehet, igen. Csak ha Sábeszkor köt ki a hajó, akkor sorry, nem lehet leszállni a hajóról. De majd... Oké. Okay. Szóval visszatérve a városra, köszönjük különben a hozzászólást. Visszatérve a városra. A városban egy vegyes a lakosság, és van egy fürdő a városban. A fürdő egy nem zsidóé, vagy legalábbis egy nem zsidó dolgozik benne. Azt mondja a Talmud. Imraiv nachrim mutar lilchacba. Imraiv iszral, jamtim migdeise hamu. Kimegy a sábesz, el lehet-e menni a fürdőbe? Ha a város többségének, a város lakosságának többsége nem zsidó, akkor el lehet menni szombat este a fürdőbe, és ahogy kiment a sábesz, már lehet is fürödni a meleg vízben. Miért? Mert hiába a vizet szombaton melegítették, de nem az volt a fejükben a fürdősnek, hogy a zsidóknak melegíti a vizet, hanem a nem zsidó honfitársoknak melegíti a vizet. És ezért rögtön lehet fürdeni sábesz kimenetele után. Ha viszont a város többsége zsidókból van, akkor az ő fejében az van, hogy a zsidóknak melegíti a vizet szombaton. Akkor, ahogy kiment a szombat, nem lehet rögtön fürödni a meleg vízben, hanem meg kell várni, hogy elteljen annyi idő, amennyi idő alatt amúgy meg lehetne melegíteni a vizet szombat este a sábesz kimenetele után, hogy még véletlenül sem húzzunk hasznot abból, hogy egy nem zsidó dolgozott szombaton, és gondolatot arra, hogy ezt zsidóknak végzi ezt a munkát. Mit látunk ebből? Annak ellenére, hogy nem voltunk ott, amikor begyújtotta a tüzet, akkor begyújtotta a kazánt, ennek ellenére nem lehet belőle hasznot húzni, akkor hogy mondhatta a báje, hogy az a válasz, hogy azért lehetett a rámpát használni, mert nem volt ott Rabban Gamliel, nem látta. Nem az a kérdés, hogy látta vagy nem látta. Látjuk itt, hogy a fürdőnél is a fürdőmester nem látja a zsidókat, elég, hogy a fejében vannak a zsidók, nem kell, hogy lássa őket. Nem elég, hogy a fejében vannak? Az is bőven elég, higgyétek el, nem kell, hogy lássa őket. A fejében vannak, és az ő rájuk gondolva gyújt be, az is már probléma. Azt mondja, Talmud, hasszam ki mechámi mea dájt, de rúbe mechámi mea, azt mondja, ez más. Mert amikor begyújtja a tüzet, akkor tényleg ő kifejezetten azokra gondol, akik ott fürödni fognak. Itt nem ilyen, és így a többségre gondol, akik ebben az esetben zsidók. A rámpa esetében ott az alapvetően magára gondolt, mert ő volt az első, aki ő használta. A fürdőmester nem megy be fürödni a vízbe, hanem ő tényleg a népnek, a jó népnek csinálja a fürdőt. A rámpánál, és ezeknél az eseteknél ő elsősorban magára, vagy a saját állatára, vagy a saját környezetére gondol, és aztán még ehhez hozzá is. Ezért van különbség a között, hogy látja, vagy nem látja. Tasmá, nér a dalunk be, mert sziba, imröjv, nachrim, mutalistám és leirav, imröjv, iszral, asszur, mehcal, mehcal, asszur. Most nézzük meg a másikat. Mit mond a Trave, hogy mi a feloldása? Hogy a rámpa az olyan, mint a gyertya. Hogy egy rámpát egy ember ugyanúgy tud használni, mint 100 ember. És ha már egyszer lerakta magának, nem fog még jobban lerakni rámpát, mert a zsidókra is gondol. Azt a rámpát már lerakta.
Azt mondja a Talmud, oké, de van egy brájta. A brájta azt mondja, ha van egy nagy buli, és a buliba meggyújtottak egy gyertyát, fölkapcsolták a villanyt, égnek a fények, akkor ha a bulinak a rész, a bulizók többsége nem zsidó, akkor lehet azt a lámpát használni a fényénél, olvasni, hogy bármit csinálni. Ha viszont a bulizók többsége zsidó, akkor nem. Miért? Mert akkor az olyan, mint a zsidóknak lett volna fölkapcsolva a villany. Akkor mit látunk ebből, hogy annak ellenére, hogy itt is lehet azt mondani, hogy egy gyertyát egy ember ugyanúgy tud használni, mint 100 ember, mégis azt mondjuk, hogy ha a többség az zsidó, akkor azt nem lehet használni. Azt mondja, talán, hogy haszom námiki madliki, a dájtet a drúba madliki, azt mondja, ugyanezt a választ mondja itt is. Hogy más az, amikor a nem zsidó csinál magának valamit, és esetleg gondol rám is a szombati munkavégzésnél. És más az, amikor a köznek csinál valamit. A köznek megmelegíti a vizet, a köznek meggyújtja a villanyt, a gyertyát, akkor azok vannak a fejében, akik többségben vannak. És hogyha ez egy többnyire zsidókból álló buli, akkor rájuk gondol, és ezért azt tilos használni. De hogyha nem, akkor a többség az a nem zsidó vallású, akkor lehet használni. Shmuel iklele vei av tajran, assza hun nachri adlik srága, egyszer a Shmuel Abi Torán házában volt, jött egy nem zsidó, és megnyújtotta egy gyertyát, Adrun, és Shmuel ápé, és Shmuel elfordult, hogy ne használja a gyertya fényét. Kiment a házad ájt, és starve kakari, de amikor látta, hogy a nem zsidó egyszer csak előkapott egy szerződést, és azt olvasta a gyertya lángnál, a gyertya fényénél, akkor látta, hogy magának gyújtotta meg, akkor már ő is használhatja a gyertya fényét. Oké, ezzel befejeztük a 16-os fejezetet, és akkor összefoglalva, itt a Mira le Nachri, a nem zsidó munkavégzése a zsidó számára szombaton kapcsán mi az, ami legfontosabb, amit tanultunk, hogy egy nem zsidót nem lehet megkérni arra, hogy végezzen nekem munkát szombaton, és nem csak, hogy nem lehet megkérni, hogyha tudom, hogy miattam végezte, abból se lehet hasznot húzni. Mi az egyetlen módja annak, ahol lehet hasznot húzni, az az, vagy az, ahol magának csinálta, még akkor is, ha tudja, hogy én később ugyancsak hasznot fogok belőle húzni, de magának csinálta, és nem tudja gyarapítani az én érdekemben, egy olyan típusú dologról van szó, mint a villany felkapcsolás, nem lehet jobban felkapcsolni, az én is hasznot fogok belőle húzni. Vagy egy olyan dolog is, amit lehet gyarapítani, de nem ismer engem, vagy nem voltam ott, amikor csinálta magának, akkor abból ugyancsak lehet hasznot húzni. És ugye vannak kivételes esetek, már beszéltünk korábban, amikor egy nem zsidót meg lehet akár kérni, hogy szegje meg a szombatot. Ezek olyan kivételes esetek, mint amikor egy beteg ember érdekében csinálja. Nem egy halálos beteg, mert azt egy zsidó is kell. Egy egyszerű kis koronavírusos beteg, vagy valami ilyesmi. Náthap, vagy valami. A másik eset, hogyha mondjuk egy egész közösség érdekében teszi. Julika, kérdésed van? Igen, mi nyomja a szíved? Nem értem a kérdést. Hát, hogy belabban az esetben segített. Hogyha azt mondja, hogy most elfelejtettem, hogy szombaton nem segíthetek, megcsinálja, és utána megint eszébe. De várj, nem az a kérdés, hogy ő mit gondol, hogy ő még akkor sem segíthet nekem szombaton, ha nem tudja, hogy szombat van, vagy nem tudja, hogy van egy ilyen fogalom, hogy szombat, akkor sem segíthet nekem, mert nem az a kérdés, nem ő miatta segíthet, vagy nem segíthet, hanem miattam, mert nem akarjuk, hogy én komoly tanul legyem a szombatot. Érted? Oké, a következő fejezetben, amit a hátralévő fél órában fogunk elkezdeni, a 17-es fejezetben, a mukce törvényéről fogunk tanulni. És most azok kedvéért, akik esetleg nem voltak itt a múltkor, vagy esetleg, csak teoretikusan, azok kedvéért, akik itt voltak, de talán nem emlékeznek 100%-ig minden... Ez mi? Ez valami új? Ilyet is lehet, nézzétek? Fantasztikus. Mik vannak? Most kitöröljük, de ugye lehet ilyen ábrákat. Óriási. Oké. Gyorsan a mukce szabályait menjük végig. Először is mi az a mukce? A mukce azok a tárgyak és eszközök, amit szombaton nem, vagy csak korlátozott mértékben mozgathatok.
Okay? És ezeknek van különböző, vannak különböző, először vannak a tárgyaknak a kategóriái, és utána vannak azok, az, hogy milyen célból mozgatnám. Okay? Akkor először nézzük az eszközök, a tárgyak, eszközök kategóriáit. Az első és a legkönnyebb kategória, vagy a leginkább megengedett kategória, azt úgy hívjuk kli, sem láhtai leheter. Kli, sem láhtai leheter, az azt jelenti, egy szombaton megengedett szombaton megengedett rendeltetésű eszköz. Példákat mondjunk erre. Mi? Mi? Nem hallom. Kötőfék. Ebben nem vagyok meggyőződve. Mondjunk egy egyszerűbbet és egy kézenfekvőbbet. De jó a javaslat. Mondjuk. Pohár. Pohár, evőeszköz, stb. Ugye enni lehet szombaton, ahogy az ábra mutatja, és akkor ez egy megengedett rendeltetésű eszköz. A következő kategória, kli sem láhtoj le iszur. Olyan eszköz, ami nem megengedett. De ennek a rendeltetése szombaton nem megengedett. Szombaton tiltott rendeltetésű eszköz. Távirányítót mondtatok? Kinek mi jut eszébe, igen. Toll. Ceruza. Oké? Jó lenne héberül megtanulni ezeket. Kli. Ezt úgy hívjuk, hogy kli semelachto leheter. Kli az azt jelenti, hogy eszköz, semelachto, aminek a rendeltetése, munkája leheter, megengedett. És a második az kli semelachto leiszur. Okay? Az eszköz, aminek tiltott a rendeltetése. A különbség a kettő között az leheter vagy leiszur. Akkor ezek az eszközöknek, még van egy pár kategória, de most mondjuk csak a két legfontosabbat vettük. Ez az eszközöknek a kategóriái. Mehetünk tovább? A következő téma az az, hogy milyen célból mozgatom őket. A mozgatás célja. Oké? Okay? Mi a motiváció? Az első, a leg könnyebben megengedhető az a használat céljából. Ezt héberül úgy mondjuk, lecorech gufo. Lecorech gufo. Oké? Okay? Ez mit jelent? Itt a használat az mindig megengedett használatot jelent, még akkor is, hogyha egy tiltott rendeltetésű eszközről van szó. Például egy tévétávirányítóval megvakarom a hátam. Akkor azt a használatra, ez egy nagyon tipikus használat, ugye? Nem a rendeltetések megfelelően használom, de az eszköznek a használatára használom. Akkor lehet-e a tiltott rendeltetésű eszközt egy használat cél, egy szombaton megengedett használat céljából mozgatni.
Lehet. Okay? Ez az első kategória. A második kategória le tzorech mekomo, a helyének a céljából. Le tzorech mekomo. Az mit jelent, hogy mondjuk ott van a tévétárnyalta a széken, és én szeretnék leülni a székre, akkor arrébb vehetem a tévétárnyalatot, hogy leüljek a székre. Akkor az a tzolech mekomo, a helyére van szükségem, és ezért rakom arrébb. A harmadik kategória pedig, az kétféleképpen is lehet mondani, le tzolech acmo, vagy machmas a cél, a védelme céljából. Le tzorech acmo. Ugye az miről szól, hogyha a tévé távirányító az asztalon van, kiömlött a víz, és gyorsan, fel akarom emelni a tévé távirányítót, hogy megvédjem attól, hogy a víz belemenjen. Akkor azt a saját maga céljából mozgatom. Oké? Okay? És tényleg egy megoldás, hogy ha ez nem lehetne, akkor felemelem a tévétárnyítót, hogy ráülhessek az asztalra, de csak ezzel csalok, csak azért csinálom, hogy meg... Uff, a kamera most teljesen be ötjákolódott. Jó, mindenki érti, hogy mik a kategóriák? Mehetünk? Oké, akkor lássunk neki, mert sajnos nincs sok időnk. Oké, Kola Kélim. 122-es lap, B oldalán tartunk. Kola Kélim, itt alami sábez, de azt, hogy szélmi, majd máfalpisini sparkó. Sejnan, de imi le daltesz a bájszlefi, sejnan, min a muhan. Mi van az eszközöknek az ajtajaival? Szólt róla, egy lakásnak az ajtója, ez egy kemény, nehéz darab. Ha a szombaton leesett az ajtó, akkor azt nem lehet mozgatni. Miért? Mert az ajtó az mukce, nem gondoltam rá, hogy az eszköz, az egy építménynek a része. Ha viszont egy dobozról van szó, vagy egy szekrényről, és az ajtó leesett szombaton, az ajtót ugyanúgy lehet mozgatni, mint ahogy a kis dobozt lehet mozgatni. Mert az egész eszközre úgy gondoltam, mint eszköz. Nem úgy, mint amikor a háznál az ajtó az építmény része volt, nem úgy gondoltam rá, mint egy eszköz, hanem mint egy építmény része. Menjünk tovább. Neutel adom, kurdnus lefacelba jegaizim, kárdom láttak be ezt vélem. Most olyan eszközökről lesz szó, amik klíseme láttó leiszur, amiknek olyan eszköz, aminek a rendeltetése szombaton tilos, de én egy szombaton megengedett feladatra használnám. Ugye? Ez az ötvözése ennek a két kategóriának. Tehát, például egy kalapács, annak a rendeltetése megengedett sábeszkor, vagy tilos? Tilos, ugye? Nem szoktunk szögeket beverni sábeszkor, az tilos. De szabad egy kalapácsot diótörőnek használni sábeszkor? Ami megengedett, ugye a diótörés sábeszkor, mert az ételhez kell. Szabad kalapácsot lehet diótörésre használni. Egy baltát szabad-e fügefürt feldarabolásra használni? Ezek a fügefürtök igen kemények lehettek. Ez már tegnap is volt róla szó, vagy tegnap előtt. Fogok egy baltát. A balta az milyen eszköz? Tilos vagy megengedett rendeltetésű eszköz? Tilos rendeltetésű eszköz. De lehet mégis a fügefürt feldarabolásra használni. Ugyanígy egy fűrészt lehet a sajtvágásra használni. Látom magam előtt azt a nagy trapista sajtot, és így nekiállok a fűrésszel. Ugyanígy egy ásót lehet használni ezek a fügékkel, úgy látszik, nagyon hadilábon álltak, a fügének a lekaparására a hordó faláról. Ugyanígy lehet használni a nyerőlapátot, ne kérdezzétek, hogy az mi, vagy a vasvillát, arra, hogy a gyereket azon vigyük. Már nem úgy, hogy felszúrtuk a vasvillára, bár néha
Na néha az ember úgy van vele, hogy lehet, hogy ebből tanulna a gyerek. Nem, hanem ráült a vasvilára, és így visszük. Az egy komoly erősítő, hogyha tehát az egy olyan, az a gymbe úgy elmenne, hogy az ember így viszi a gyereket a vasvillán. Oké, ez a kocs, ez a kirkor, a vetélőt lehet használni arra, hogy arra felszúrjunk, mondjuk, epret, és úgy eszegessünk. Ugye a vetélő az valamilyen ilyen éles. Mahatseljad, egy tűt, egy kézi tűt lehet arra használni, hogy kipiszkáljunk valami szálkát a kezünkből. Selszakaim, és a nagy tűt, amivel a zsákot varják, azt meg lehet használni arra, hogy az ajtót, ha nincs nálunk a kulcs, akkor Nem értem. Föltörjük az árat, igen. Van egy unokaöcsém Floridában, akinek ebből él. Ez a szakmája, hogy... Nem, még nem. Hanem ilyen zár feltörő. És azt hiszem $100 kér egy feltörésért. És nagyon jól él. Hogy? Igen, és akkor hívod. Igen. $75. Oké. Ennyi volt a misna. Ennyi volt a misna. Most vesszük az első esetet, ami az ajtókról szólt, és azt próbáljuk tisztázni. Azt mondta a misna, kalakémni talin, afalpisni sparkébe sábez, belőj mi baj, behajl, áderábe, be sászmusz muhaninál gábé a vijem, behajl én muhaninál gábé a vijem. Mit mondta a misna? Hogy a különböző kis dobozoknak, vagy hasonlóknak az ajtaja a szombaton leesett, akkor még ha szombaton is esett le, akkor is az ajtókat lehet mozgatni, mert ugyanolyan státusza van, mint magának az eszköznek, amiről leesett. Azt mondja, Talmud, miért mondja azt a misna, hogy annak ellenére, hogy szombaton esett le az eszközről, amiből azt következik, hogy ha hétköznap esett le az eszközről, akkor pláne, hogy lehetne mozgatni, amikor nem így logikus, mert hogyha szombaton esett le az eszközre, akkor amikor bejött a szombat, akkor tényleg az eszköz részeként tekintettem. De hogyha hétköznap esett már le az eszközről, akkor amikor bejött a szombat, az már csak egy használhatatlan darabja volt egy valamikori eszköznek, akkor nem logikus, hogy akkor lehessen mozgatni. Amara báje, akik már kalakén, mint valami sávzat, össze, milyen áfal pisnészparkában, talán sávzat. A báje ezért korrigálta a misna szövegét, és azt mondta, hogy az ajtókat, az eszközöknek az ajtajait, annak ellenére, hogy hétköznap estek le, lehet mozgatni szombaton, pláne ha szombaton estek le. Oké? Megyünk tovább. Tonora banon deletsel sida teva umigdol. Nöjtlinával löjmachszirin, vesel nullentárnak göm löjnöjtlinával löjmachszirin. Egy szekrény, mondjatok még, segítsetek, ami nem szekrény, hanem ilyen kis láda. Hogy? Komót. Egy szekrény, egy láda, egy komót ajtaja az olyan, hogy Sábeszkor le lehet venni, de nem lehet visszarakni. Nem szabad visszarakni. A tyúkol ezzel szemben olyan, hogy se levenni, se visszarakni nem lehet. Most ezt mondtam rájt, azt fogja kérdezni, hogy mi a különbség? Ha levenni az ajtót, vagy felrakni az ajtót az építésnek számít, akkor legyen egyenlően ugyanúgy tilos levenni, vagy felrakni. Miért teszünk különbséget? Mislémos elültán, hogy amikor szavar kimendő mákbarja ábarja, és binyönbe kárka, és cidabe kárka. Szóval azt, hogy a tyúkolnál tilos levenni, felrakni, azt értem, miért? Mert a tyúkol az olyan, mint egy építmény. És azt, ha leveszem, vagy felrakom, az olyan, mint hogyha építés lenne. De mert az a földben van benne, vagy a földhöz van rögzítve. De egy szekrény, egy komót vagy egy láda, azok nincsenek a földhöz rögzítve, akkor az nem számít építésnek. Ha szabad levenni, akkor szabad legyen fölrakni is. Azt mondja erre a Talmud, amár a báje el, ajlom kszavály és binyom, hogy a kejlim, és tírom, hogy a kejlim, és nitlok amár. A báje válasza az az, hogy itt megint csak korrigálni kell a szöveget, és nem arról van szó, hogy
egy komótnál, egy szekrénynél, vagy egy ládánál le lehet venni, de nem lehet visszarakni, hanem arról van szó, hogyha levették, akkor nem lehet visszarakni, de nem is lehet levenni. Ravének nem tetszik ez a válasz, és Ravé azt fogja mondani, hogy valójában nincsen, valójában egy eszköznél, tehát ami nincs a földhöz rögzítve, tehát egy szekrénynél, egy ládikánál, egy komótnál, nincsen építés, az nem számít építésnek, hogyha leveszem, vagy felrakom az ajtót, de ezért levenni lehet, felrakni is lehetne, csak a rabbik megtiltották, mert attól tartunk, hogyha visszarakok egy ajtót egy szekrényre, a végén még, amikor nagyon meg akarom igazítani, még hozok egy kalapácsot, és elkezdem, nem tudom, beszögelni, vagy valamit csinálni vele, vagy becsavarni a csavarokat, és akkor azzal már szombatot fogok szegni. És ezért az ajtaját le lehet venni egy szekrénynek szombaton, de nem lehet visszarakni. Ez egy praktikus kérdés is, mert előfordul, hogy mondjuk van egy szekrényemnek, az ajtaja nem úgy mozog, vagy valami, és akkor azt le akarom venni, hogy ne essen le, vagy ne törjön el, azt le lehet venni szombaton, de nem lehet visszarakni szombaton. Okay, az utolsó dolog, amit ma tanulunk, az ez a kalapács kérdés, hogy a kalapácsot lehet-e diótörőnek használni. Mit mondtunk a misnában, hogy lehet. Kérdés az, milyen kalapácsról van szó? Sima házi kalapács, vagy esetleg egy kovács kalapács? Elég nagy diót akarok széttörni ezzel a ekkora kalapáccsal. Amár Rebi Huda, karnis eselle gajzin lefacába e gajzin, már vásárolna pachim laj, köszavád vársam láttani iszra, filocerek kufaj asszul. Rebi Huda azt mondja, itt miről van szó? Csak olyan kalapácsról, amit hétköznap is diótörésre használnak. Kis kalapács, diótörő kalapács. De egy kovács kalapács, azt nem lehet diótörésre használni sábeszkor. Mi jött ki ebből, hogy Rebi Huda szerint egy tiltott rendeltetésű eszközt egy megengedett feladatra sem lehet szombaton használni. Oké? Okay? Ezzel szemben Amalé Rába, Rába azt mondja, nem. Elem át a széfedek tanulni, ezt a ráhász, ezt a mázlég alapok, tartani, ráhász, mázlég, mi akár lélek hatni. Azt mondja, akkor ha ez igaz lenne, hogy a misna szerint egy tiltott rendeltetésű eszközt egy megengedett feladatra sem lehet használni szombaton, akkor a misnában hogy lehet, hogy az van írva, hogy a vasvillával lehet vinni a gyereket? Mert van olyan vasvilla, ami kifejezetten a gyerekfivésre van? Ami azt jelenteni, hogy nem, a vasvilla az mindig egy tiltott rendeltetésű eszköz, és mégis lehet vinni el a gyereket egy szombaton megengedett feladatot. És ezért mit mond Rába? El amár Rába, kornusen a pachim, lefaceába egoizim. Rába szerint itt egy kovács kalapácsról van szó, és ennek ellenére lehet használni vele. Lehet használni arra, hogy a diót azzal feltörjük. Miért? Kösz szavár, Dvársam látta le iszul, de cserek gufaj matar. Ő azon a véleményen van, hogy egy tiltott rendeltetésű eszközt szabad egy szombaton megengedett feladatra használni. És ez különben a halakha. Akkor azt jegyezzük meg. Egy tiltott rendeltetésű eszközt azt lehet egy szombaton megengedett feladatra használni. A ceruzával lehet a hátamat vakarni. Ez a kedvenc példám. A kovács kalapáccsal lehet diót törni, a vasvillával lehet gyereket vinni, és hasonlók, egy megengedett célra egy szombaton tiltott rendeltetésű eszközt is lehet mozgatni és használni. Hogy? Telefonkönyvjelző. Az egyetlen probléma mondjuk egy ilyennel, mint a telefon, az az, hogyha a telefon be van kapcsolva, és könyvjelzőnek használom, akkor lehet, hogy a telefont véletlenül beindítom. Akkor már bekapcsolom tulajdonképpen. De egy kikapcsolt telefon olyan nincs gond. Csak egy elkezdettem magam elé, hogy egy könyvjelzőnek használsz a telefont, és véletlenül fölhívod a legjobb barátnődet a telefonnal. És jaj, ne haragudj, csak könyvjelzőnek használtam, de ha már beszélünk, akkor... Köszönöm szépen mindenkinek, holnap reggel folytatjuk.